18 óra után néhány perccel pillanatok alatt ítéletidő lett Székesfehérváron. 80. percében járt ekkora a Videoton Ferencváros futballmérkőzés. A Sóstói stadionra zúduló óriási zápor és orkán erejű szél miatt a játékvezető félbeszakította a mérkőzést. Amilyen gyorsan érkezett, olyan gyorsan vége is szakadt az ítéletidőnek. Az erős széllökések miatt azonban több fa kidőlt vagy ágak szakadtak le róluk. Hétfő délig több mint 20 esetben riasztották a katasztrófavédelem hivatásos tűzoltó egységeit. Tegnap az esti órákban még a sárbogárdi tűzoltóknak volt egy riasztása a Sárosra, ahol villanyvezetéket szakított le a viharos szél. Itt sajnos emiatt a viharkár miatt az éjszaka folyamán a Jókai utcában nem volt áramszolgáltatás. Ez összesen 23 lakóházat érintett, de az áramszolgáltató a hajnali órákra elhárította az üzemzavart, és a hajnali egy órát követően már ismét volt a háztartásokban áram. Nem tér vissza a következő napokban a jó idő, a folytatásban is hűvös, változékony marad az időjárás hazánkban. A hidegfront hatására ezen a héten várhatóan már sehol nem lesz 20 fokos meleg, sőt néhány helyen fagypont közeli hőmérsékletekre is számítani kell. Egész héten marad a változékony idő 11-16 fokos maximum hőmérsékletekkel. A Fehérvár Televízió híradójában Stefko Krisztina összeállítását látták.